találkozott először a cirkuszművészet a fúvós művészettel, és hogy kerülnek ide Pécsre az utcára így közösen? Hát ez egy érdekes találkozás, és igazából ugyanúgy tartozik az Utca Színház Fesztivál keretében, mint az összes több ilyen újszerű program. Igazából ez egy teljesen szabad műfaj. Nálunk most először találkozott ez össze, tehát külföldön mi már sokat láttunk ilyen produkciókat francia vagy angol utcaszínházi fesztiválokon, és azért gondoltuk, hogy akkor ezt kipróbáljuk itthon is. Úgyhogy tulajdonképpen a helyi pécsi Fekete Gyémánt fúvózenekarral kezdtünk együttműködni, és hát ők is elkezdtek abba az irányba gondolkodni, hogyha ez nem egy bányászzenekar formájában szólal meg, akkor vajon ők hogy tudnak a cirkusz felé hangolódni, és az artistáknak pedig ugye az volt az érdekes, hogy ehhez a zenei világhoz, ami az indulónak és a vonulásnak a világa, ők hogy tudnak cirkuszilag kapcsolódni. És hát ennek a találkozása adja tulajdonképpen ezt a produkciót, ami egy kifejezetten utcai produkció, tehát arra számítunk, és azt szeretjük, hogyha a nézők követik a zenészeket, vonulnak velük végig az utcákon, vagy akár csak egy pillanatra örülnek nekik, amikor elhaladnak mellettük. Úgy tűnik, hogy a közönség vevő erre a fajta új típusú művészetre. Te, mint szakember, hogy látod ezt? Nekem ez egy fontos pillanat, hogy tényleg az előadó művészeteket a köztérre így kihozhatjuk ebben a formában, és hát az, hogy a közönség örül neki, az nekünk külön egy jó visszacsatolás. És megértem, hogy örülnek, mert tényleg nagyon változatos és nagyon érdekesek a produkciók.